A kínai kormány 300 millió dolláros kedvezményes kölcsönt hagyott jóvá Szerbiának a Kostolaci hőerőmű tovább építésére, jelentette be Ivica Dačić kormányalelnök. A föderáció palotájában megtartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy az utóbbi időszakban Kína és Szerbia gazdasági kapcsolata folyamatosan fejlődik, a kínai vállalatok pedig a jövőben tovább folytatják az ország infrastruktúrájába és iparába történő beruházásaikat. A két ország kapcsolatában nincsenek megoldatlan kérdések, mindkét ország fontosnak tartja a területi integritás tiszteletben tartását. A kínai küldöttség ma kezdte meg kétnapos hivatalos látogatását, melynek során az ország vezetőivel találkoznak.